Márai Sándor író. Először talán eszünkbe sem jut ki ő, később az ugrik be elsőre, hogy a füves könyv idézetei tőle származnak. Manapság nem csak könyvből, az internetről is olvashatunk irodalmi idézeteket. Nos, Márai Sándornak vannak fontos mondatai. De ki ő, s miért érvényesek a gondolatai ma is? Az író 1900-ban született, éppen egy napon, persze más évben, József Attila költővel, április 11-én, Kassán. Jött két világháború, a gazdasági világválság. Aztán az 1956-os forradalom bejárta a világot, élt sok helyen Európában, majd Amerikában, mégis mindig Magyarországra vágyott. Vajon miért? Ennek jár utána Balog Peti a Heves megyei Feldebrőről. Ő most 17 éves, lassan el kell döntenie, hogy merre, s hogyan folytatja az életét. Kisvárdán született, de a családjával ide költöztek. Abba a hangulatos faluba, amelynek történetét a 11. század óta meghatározza a közepén álló Szent Márton templom. Márai Sándor is egy történelmi templomot nézegetett gyerekkorában, a Kassai dómot. A templom másik nevén a Szent Erzsébet székesegyháza város szimbóluma, benne 150 év története, hiszen 1520-ig többször újjáépítették. A dóm úszott a ködben, mint egy bárrom. Valami nagy és biztos e világon. Az író egész életében Kassa a szülőhely és a dóm a viszonyítási pont, amely emlékezteti múltjára, származására, feladataira. Kassán vagyok, Márai szülővárosában. Most megnézzük a számára fontosabb helyeket. Ha Kassán Márai nyomába eredünk, akkor Balassa Zoltánhoz kell fordulnunk, aki nem csak ismeri az író gyermekkorának helyszíneit, de olyan történeteket is tud róla, amiket még azok sem ismernek, akik sokat olvassák. Itt van a színház, és mellette egy elég romos épület, de mégis fontosnak tűnik. Miért? Nos, a Thália Színház adminisztratív épülete működik a második házban. Ott van a Márai Stúdió Színház is. És a véletlen, vagy a sors hozta így, hogy a mellette levő ház, ahogy nemrégiben kiderült, Márai Sándor szülőháza. Tehát ő itt született. A Thália Színházban magyarul játszanak a színészek, ami azért fontos, mert ide gyakran összejönnek az itteni magyarok előadásokat nézni. A színház egyébként 2002. októberre óta működik, benne a Márai Stúdió. Itt gyakran játsszák az író darabjait. A magyar nyelv Márai egész életében fontos, ahogy most az ittenieknek a magyarul beszélés Kassán. Az ország, a nép még nem haza. A tényekből, az országból, népből akkor lesz csak haza, ha az anyanyelv nevet ad a tényeknek. Nincs más haza, csak az anyanyelv. Írja Márai, aki egyébként költőnek készült, de prózaíró lett belőle. Több drámát is írt, amiket a színházak azóta is játszanak. A Thália homlokzatán egy dombormű, Márai Kassai polgárok című drámájának jelenetei. Korábban Kassán egy másik utcaházáról hitték, hogy Márai szülőháza. Ez azért lehetett, mert 1900-ban születése évében a város még teljesen máshogy nézett ki, mint ma, ráadásul még Magyarországhoz tartozott. A gondot az okozta, hogy egyrészt azt tudtuk már elég régen, hogy a Szegfi utca 6 alatt született, ez az a kis utca, amelyik a ház mellett fut. Ezt az utcát az évszázadok folyamán többször átkeresztelték, és így mindenki elfelejtette, hogy melyik is volt a Szegfi utca. Másrészt Márai Sándor is az egypolgár vallomásaiban egy picit ködösített, az nem tényirodalom, hanem regény, tehát sokszor az emberek úgy vették, hogy a Fő utcán született, abban a házban, amelyben a Fő utcán élt, azt viszont lebontották, és sokáig mindenki úgy tudta, hogy az volt az a ház. Kiderült, hogy nem. Márai Kassai éveiről egyébként, ha itt nem is, máshol lehet nézelődni. Tizenöt éves lehetett, amikor a családja a Thália Színháztól egy utcára lévő Mészáros utcai házba költözött.
Ez is egy takaros lakóház, benne most kiállítás látható a Grosmit családról. Akkor így nevezték ugyanis őket Nemmárainak. A család szász származású volt, ezért a németes hangzású vezetéknév. Grosmit Sándor aztán Máraira magyarosította a nevét. A kis Sanyinak még három testvére volt, Kató, Géza és Gábor. Mindannyian polgári nevelést kaptak. Fontos volt nekik, hogy kisfiúk jól tanuljon, rendes ember váljon belőle. Polgári értékrenddel. A szülőházzal szemben van egy épület, ma is iskolai célokat szolgál. Márai Sándor születése után ez volt a Hunyadi utcai általános iskola. De ezt proliskolának, illetve külvárosi iskolának tekintették, és így Márai Sándort nem írták ide be. Ő az általános iskolát otthon végezte, Emi néni tanította, tűnik volt egy leánytestvére, akit a szolgáló lánya fejére ejtett, az meghalt, és így Márai Sándort a szülei nagyon óvták, főleg az édesanya, hogy el is kényeztették, és ezért otthon tanult, csak később járt aztán iskolába. A családi környezet azért fontos, mert a szüleitől az ember megtanulhatja, hogy ki is ő valójában. Jáki Judit a Márai család örököse. Judit nagymamája volt Márai Kató, Márai Sándor testvére. Családi tárgyak, levelek, fotók és a saját ízlése szerint válogatott könyvek sorakoznak a polcain, pedig soha nem találkozott az íróval, csak apukáján keresztül ismerte. Sajnos nem találkoztam Márai Sándorral, mert abban az évben, amikor már édesapám lelevelezte Márai Sándorral, hogy kimegyünk hozzájuk, nyáron Salernóban éltek akkor, és elmegyünk hozzájuk nyáron egy látogatásra, akkor megölték tavasszal Áldo Mórót, és az rám olyan hatással volt, én kamasz voltam akkor, hogy én azt mondtam, hogy olyan országba én nem megyek, ahol nyílt utcán embereket megölnek. Ez az első ilyen támadás, terrorista támadás volt akkoriban. És sajnos akkor a szüleim voltak olyan toleránsak, hogy hát jó, akkor nem megyünk, mert én annyira nem akarok oda menni. És így ez elmaradt. Életem egyik legrosszabb döntése volt. Aldo Moro a II. Világháború utáni Olaszország egyik leghosszabb ideig hivatalban lévő kormányfője volt, akit 1978-ban rabolt el egy terrorszervezet. 55 nap után találták meg a holttestét Rómában egy autócsomagtartójában. Judit ezért nem akart Salernóba utazni. A polgári értékrendben nevelkedett Judit szülei tiszteletben tartották lányuk döntését éppen úgy, ahogy Márai szülei. Bár a kis Márai Sándor nem volt éppen mintadiák. 14 évesen például megszökött otthonról, s titkos néven küldözgette lázadozó cikkeit különböző újságoknak. Márai ugye ide járt gimibe, és hát hogy viselkedett ő itt? Hát nem csak ide járt, mert renitens diák volt. E körül is sok a legenda, lehet, hogy nem fogjuk pontosan megtudni, hogy mi történt, de annyit én, hogy egy pályázatra írt egy munkát Salamon Ákos névvel, és ő nyerte meg a fődíjat. Azt is rossz néven vették tőle, hogy az újságban írt egy cikket, hogy micsoda szamárság, hogy a diákok kemény kalappal és sétapálcával nem sétálhatnak a főutcán. És ezért, ahogy ő írja, eltanácsolták az iskolából. Apuka azért befolyásos jogász volt, tehát erre is tekintettel kell lenni, de aztán Budapesten járt egy évet, akkor visszajött Kassára és eperjesen érettségizett. Lázadozásai miatt egy évre Pestre küldték, ahol szintén vallásos katolikus iskolába járt. Egy év Pesten a szigorú katonás gimnáziumban, s szülei megengedték, hogy visszautazzon a Felvidékre. Az utolsó éveket két helyen végezte, Eperjesen és Kassán. Végül szülővárosában érettségizett 1917-ben. Ha a szigort nem is szerette, a tanulást igen. A tanárokról neki jó véleménye volt, még ha azt is leírja, hogy egyik sem volt olyan személyiség, aki őt valahogy nevelni tudta volna. Ő pedig szeretett provokálni is a maga módján, mert egyik tanárának, a gyontatójának elmondta, hogy ő már nők után jár, ami még nem volt igaz, de ezzel ezt a paptanárt jól kiakasztotta, és soha többet már nem tért vissza az a bizalmas viszony, mint korábban volt. És
Márai azt is leírja, hogy jó tanárok voltak, toleranciára neveltek vallási területen is, tehát jó iskola volt. Én tudom, hogy zseni vagyok. Választott ember vagyok, és sokra fogom vinni, vagy semmire sem fogom vinni, de produkálni fogok, érzem, tudom, hogy ez kikerülhetetlen. Az életemet eddig is én csináltam, ezután is én fogom csinálni. Egy 17 évesnek mit ajánl, mit olvasson először Máraitól? Hát én a szegények iskoláját ajánlanám. Ezt a munkát nem kell komolyan venni, ez egy nagyon vidám könyv, a szerelemről szól, kicsit a nőket leszólja, mert pénzéhes hölgyeknek mutatja be őket. Többek között leírja azt, hogy egy nőnek hazudhatsz mindent, örök szerelmet, örök hűséget, csak egyet nem. Nem hazudhatod azt, hogy pénzed van, mert az egy-kettőre kiderül. Érdemes elővenni könyveit, s felcsapni akár egy verses könyvet, mert az ember mindig talál bennük bölcs, vigasztaló, elgondolkodtató bekezdéseket. Pillanatok alatt el lehet merülni 5-10 mondatában. Emlékszem, hogy a füves könyvet szerintem 2 hónapon keresztül olvastam, mert mindig visszatértem, és letettem, és elkezdtem gondolkodni. És akkor most hogy van ez? Most tényleg én is így gondolom, vagy én nem így gondolom, vagy miért írja pont így, és egyszerűen hogy elmélyedtem saját gondolataimban. És például a füves könyvet én ezért tartom egy roppant érdekes olvasmánynak, mert nem azért, mert az én rokonom, de én másnál ilyen szövegeket, ilyen szép gondolatokat megfogalmazva nem nagyon olvastam. Szimbád lenyelte a bort, egy pillanatig így maradt. Csukott szemekkel, mint aki a lélek legmélyebb tárnáiba szállott talás nem akar idő előtt elsietetten nyilatkozni. Még az idegenek is átérezték a teremben a pillanat fontosságát, mikor Szindbád ebéd és sörital elfogyasztása után leengedi sokat ízlelt, sokat próbált torkán az első korty bort. Éható, mondta aztán Szindbád óvatosan, s felnyitotta szemét. Szindbád a hajós, író és úriember fiatalabb éveiben szeretett ez álnév mögött rejtőzködni. Egy májusi reggel korán indult el Óbudáról, mert estére 60 bengőt kellett szerezni. Írja Szindbád Hazamegy című regényében 1940-ben. Márai Salamon Ákos álnéven már gimnazistaként is írt az ivás tudományáról. Leírja, hogy naponta hány kupicát kell meginni reggel, pálinkából dél napközben hány liter bort, este hány sört, hogy az ember állandóan abban a lebegő állapotban legyen, amikor az összefüggéseket jobban látja, mint józanul. Az iskolában Márai több nyelvet is megtanult, s nem azzal foglalkozott, hogy szereti-e a tanárait, hanem azzal, ami érdekelte. A nyelveket, az irodalmat már gimnazista éveiben is szerette. 18 éves koráig németül, franciául, latinul, olaszul és görögül is tanult. Persze az is fontos volt, hogy ki volt az, aki tanította. Görög nyelvtanárának egykori házát ma is megtalálni Kassán. Ez a premontrei nevelés nem egy osztályt nevelt, hanem a lélek körvonalait rajzolta meg. Nagyon gyengéd és tapintatos kézzel. Megálltunk itt egy emléktáblánál. Miért fontos ez? Vig Béla, helytörténész, római katolikus papnak az emléktáblája, kanonok volt. Ő eperjesen tanított a katolikus főgimnáziumban, és Márai Sándorot érettségizett. Ő volt Márai Sándor görög tanára. Egyik munkáját is diákjának később dedikálta. Márai Sándor már a gimnáziumban is figyelte azokat, akik hatással lehettek rá. A tanárból később Márai diákja lett, hiszen ő is tanult az írótól. De Márai az osztálytársainak is tudott okosakat mondani. Márai Sándor a érettségie már hadi érettségének számított, hiszen a világháború zajlott, hogy mikor lesz vége, akkor még nem tudták, de a lényeg az volt, hogy ezek a gyerekek minél hamarabb érettségiznek le, és aztán menjenek katonának, hogy Márai fogalmazott ágyútölteléknek. Márai a polgári értékrendet, a szemléletet itt Kassán szerezte meg. Ezzel indult útjára a világban. Az igazi polgár szerencsés vegyülete a művésznek és a katonának. Alkotó és megtartó, álmodó és megőrző. Ezt a polgárságot, ennek utolsó, legjobb pillanatát ismertem meg gyermekkoromban, a városban.
Életem legszebb, igaz és emberi, európai emlékeit annak a magyar végvárosi polgári kultúrának köszönhetem, melynél különbet aztán később a világban sem találtam. A 18 éves Márai kinőtte a várost, Pestre vágyott, vagy talán Budára. Jogot kezdett el tanulni, de valójában az újságírás és a kalandok jobban érdekelték. A Tanácsköztársaság ideje alatt már 19 évesen újságíró lett, majd a kommün bukása után Németországban tanult, s csak 1928-ban tért haza véglegesen Budára. Ő Pestet és Budát is elkülönítette, hiszen 23 éves korára már több helyen élt Európában, megérezte a Duna két partja közti különbséget is. Budán lakni világnézet, mondta. Ezt a mondatát azóta is emlegetik. Aztán jött 20 év Budapesten. Belevetette magát az irodalmi életbe. A kávéház több szempontból is élettér volt számára, itt találkozott íróbarátaival, itt írta cikkeit, prózáinak részleteit. Ismerte az összes pesti kávéházat, de legszívesebben a Múzeum kávéházban üldögélt. A Centrálban és az Országház kávézóban is gyakran találkozhattak vele. 23 éves egyetemista volt, amikor állítólag egy szerkesztőségben találkozott főnöke lányával, Macner Lolával. Talán előtte Kassán már látták egymást. Pár lépésre vagyunk a Dómtól, ide értünk egy cukrászdához, hogyha jól tudom, Márai nőzött is, és itt ismerte meg a feleségét. Egyéb feltételezések szerint tánciskolában ismerkedett meg vele. Tény annyi, hogy ebből szerelem Berlinben lett, ahogy az Egypolgár vallomásai második kötetében ezt Márai Sándor leírja. Márai valóban a női nem nagy hódolója volt. Egy szerencséje volt, hogy Lola nem volt féltékeny, tehát ezeket a dolgokat elnézte neki. Az ilyen találkozások mindig nagyon egyszerűek. Később színházba mentünk, Reinhardthoz, ünnepélyes, de pátoszmentes este volt. Mind a ketten rossz kedvűek voltunk. Olyan, hát kellett ez nekünk, érzés volt ez. Feszengés, szomorúság, valakit meg kell ismerni, minden titkával és minden következménnyel. Ez az, amit langyos és általános szóval szeretetnek neveznek. A megismerés, a tökéletes megismerés sohasem idill. Néhány hónap múlva elvettem feleségül. És az a házasság meddig tartott? Nos, a 30-as évek közepén némi nézeteltérés volt Lola és Sándor között, de egy napon felkereste Márai a feleségét, és azt mondta, olyan körülmények történtek, hogy nekünk együtt kell lenni, és akkor Lola kikeresztelkedett Segesden, azt is nemrég tudjuk csak, és akkor egyházi házasságot is kötöttek, ők már korábban polgári házasságot kötöttek, de voltak éppen Lola kitartott. A házasság nehéz pillanatokat is tartogatott, de mindvégig több mint 60 évig kitartottak egymás mellett. Olykor persze erőfeszítések árán. Az 1928 és 48 közötti időszakban sikeres, sokat utazgató és író emberként élte életét. Újságíró, szerkesztő, író, költő, fordító, politikus, rádiós közszereplő. Ezeket a szerepeket mind betölthette, és nagy odaadással és hittel be is töltötte. Feleségével, mint átutazók éltek 6 évet Párizsban is, de közben is utazgattak a világban. Márai volt a Közel-Keleten is, de Londonba is elutazott. Az utazások élményeit műveiben olvashatjuk. Az 1930-as évek végén Budapestre költözött, és itt élte meg legtermékenyebb korszakát. Népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte. Kisfia Kristóf meghalt, neki pedig Leányfalun kellett átvészelnie a főváros ostromát. Hallottam egy Tolnai Klári nevű színésznőről. A Tolnai Klári félre történet az 1945 után történt. Tolnai Klári halála előtt tette közzé azokat a verseket, amelyeket Márai úgymond egy ismeretlen kínai költő nevében írt hozzá. Látszik, hogy nagyon szerelmes volt, de tudomásom csak arról van, hogy ez plátói szerelem volt. Kapcsolatukat jól jellemzi ez a párszavas vallomás a színésznőtől. Szívem szerint legszívesebben Márai úrnak szólítottam volna, mert az, hogy Sándor, sose jött ki a számon, és elképzelhetetlennek tartom azt is, hogy őt valaki sanyizta. Lehetetlen. Ő Márai úr volt. Eljött 1945 karácsonya.
amikor megjelent egy hordár egy nagy csomaggal. Ebben volt egy üveg konyak, külföldi, 45-ben nagy dolog, egy doboz amerikai cigaretta és egy kézirat. És egy névjegy. Márai. Használati utasítás. Az egy csillaggal jelöltből kell rágyújtani, a két csillaggal jelöltből kell inni hozzá, a három csillaggal jelöltből olvasni hozzá. A virágot nem kell megszagolni. És közben még én rám is lehet gondolni. Az író Leányfaluról biciklizett be csak, hogy a Múzeum kávéházban találkozzanak, aztán megebédeltesse és hatalmas tudásával, műveltségével, szellemével elkápráztassa a gyönyörű fiatalasszonyt. Esengő, szép leveleket és egy ismeretlen kínai költő áruhájába bújva verseket írt neki, hozzá, róla. Ha majd szeretlek, vásárolok neked teknőc fésűt, ezüst karperecet, fecskefészket hozok ezüst papírba, s a verseim kék s zöldtussal leírva. Így élünk majd, de ez mind semmiség lesz, ha jő az éj, s fohászkodunk az éhez. Átkarollak, mint gyermeket a felnőtt, szájamba veszlek, mint gyermek az emlőt, s így állongunk, két őrült, kéz a kézben, megizzadunk a borzas szenvedélyben. Az érzés valamennyire viszonzásra talál, de a polgári értékrend egyik alappillére a család. Lolát, Jáki Judit nagymamája, Márai Sándor testvére mindig csak úgy emlegette, a szentasszony. Márai közben újra része lett az irodalmi életnek, de ifjúkora óta jócskán megváltozott politikai állásfoglalása miatt nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. Utolsó magyarországi éveit egy hangulatos budai lakásban töltötte, ahol ma is emléktáblával emlékeznek rá. szeptemberében végleg elhagyta az országot. Ő maga az emigráció szó helyett a számüzetést használta, jelezve, hogy nem szabad döntés, hanem külső kényszerek miatt hagyta el hazáját. Itt nem lehet szabadon hallgatni, indokolta döntését egyszerű, tömör mondattal. A márai örökséget apám után viszem én tovább, édesanyámmal együtt. Apám volt az, akit Márai nagyon szeretett, nagyon kedvelt, és amikor ő tudta már, hogy 48-ban emigrálni fog, akkor apámat elvitte egy nagy játékboltba a Bazilikánál, és ott mondta neki, hogy válasszon, Jancsikám, válasz egy játékot. És apám választott egy nagy, gyönyörű, szép vitorláshajót. És ez a vitorláshajó, ez annyira teli találat volt, hogy Márai erre azt mondta, hogy jól van, Jancsi, jól választottál, navigál, ne cessze ezt. A latin szólást magyarra talán így fordíthatnánk, hajózni szükséges, ami annyit jelenthet ma, utazgatni érdemes. Márai élete utolsó éveit San Diego-ban visszavonultságban töltötte, felesége és fia elvesztése után teljesen magára maradva. Betegsége miatt egyre kevésbé tudta ellátni magát, és mivel nem akart más segítségére szorulni, ezért 1989. február 21-én önkezével vetett véget életének. Az ember lassan megérti a világot, és aztán meghal. Megérti a tüneményeket és az emberi cselekedetek okát. Az öntudatlanság jelbeszédét, mert az emberek jelbeszéddel közlik gondolataikat. Feltűnt neked? Mintha idegen nyelven, kínai módon beszélnének a lényeges dolgokról, s ezt a nyelvet aztán le kell fordítani a valóság értelmére. Hát Márainak Magyarország mindent jelentett. Ő soha nem írt idegen nyelven egyetlen könyvet sem. Ő minden újságcikkét magyarul írta, akár hosszabb, akár rövidebb volt, vagy akár a Szabad Európa Rádióban elhangzott írásait is magyarul olvasta fel. Magyarnak lenni nem állapot, hanem feladat és hivatás. A magyar nem romantikus, nem is álmodozó. Jellemző tulajdonsága a helyes ítélő képesség. A magyarnak olyan arányérzéke van, mint kevés népnek Európában.
Utazással nem csak városok látnivalóit, épületeit, hanem a bennük élő emberek kultúráját és tudását is meg lehet ismerni és tanulni. Ha széles a látókörünk, akkor jobban értjük a világ dolgait. Az lenne a legfontosabb, hogy amit én kaptam ezen a Navigare Necessest, és amit apám kapott, illetve apám választott, én csak azt tudom mondani, hogy Navigare Necessest. Menni kell, hajózni kell, de tudni kell, hogy hol van a helyünk, hogy hol vannak a gyökereink. Tudni kell, és ismerni kell azt, érezni kell azt, hogy mikor és hogyan kell hazatérnünk, és tényleg itthon vannak azok a személyes, vagy bármilyen kapcsolódásaink, amik minket ide Magyarországhoz tartanak.